Zonász Pisiák csapata szeretett volna szépen búcsúzni az élvonaltól. A kezdőből légiósok maradtak ki a legutóbbi meccshez képest, és a helyükre magyarok kerültek be Vicián, Takács, Juhász és Birtalan személyében. A DVSC-nél Kondás elemére a lehető legerősebb kezdőt próbálta pályára küldeni, hiszen a Lokinak kellettek a pontok a dobogóhoz. Már is megmutatjuk, hogy összejötte a vendégsiker. A már kieső Békés Csaba otthonába a Debrecen látogatott, és az első helyzet a hazaiaké, Takács lő, és fölé az ötödik percben. Fábio végezhetett el szögletet, majd Verpec ütötte ki a labdát vissza a mezőnybe. Takács bosszankodik közben, hogy ez a lehetőség kimaradt. Itt jön a sarokrugás, Verpec kicsit bizonytalanul, Takács pedig egyből tüzel, de fölé. Bódi kiugratása, Lázár mehet, jön a beadás és egy lövés Takácstól, Poleksics húzza le a rövid felső sarokba tartó labdát. Ismét rohamoz a Békés Csaba, Spitzmüller előtt a labda, jön egy beadás, Punosevac mellé. És megint csak a bosszankodás jut Zoránc Pisiáknak, Spitzmüller is csóválja a fejét, szép volt a beadás, itt kapja vissza, Spitzmüller megforgatja a védőt, majd aztán Punosevac, senkitől sem zavartatva, 4 méterről mellé fejelt. Jöhet a Debrecen, Gyelmics húz el, és teszi vissza a labdát, Bódi elé kerül, Bódi lő fölé. Mutatja aztán, hogy Poleksics még hozzáért az Újhegyével, és így lett szöglet. Azonban a játékvezető úgy látta, hogy nem ért hozzá a Békés Csabaiak montenegrói kapusa. Itt húz el Gyelmics, szépen megy le az alapvonalig. A hosszú oldalon csak Bódi várja a labdát, merre veszi, majd aztán fölélő. 24. perc, Fábio szerez labdát. Jók a cselek, még mindig. Jön a beadás, és egy fejes, megint Punosevac fejelhetett teljesen tisztán. De ezúttal sem talál kaput a Békés Csabai csatár. Pedig jó volt a beadás Takácstól, Juhász a labdával. Juhász középre, visszapattan egy védőről, Birtalan gondol egyet és lő távolról, nem sokkal mellé. Verpec azért ott volt és biztosított egy nagy vetődéssel, de végül nem talált kaput a labda. Ez már a második játékrész és egy debreceni kísérlet. Holman próbálkozhatott a 16-os előteréből, Poleksics azonban leért az alsó sarokba. 60. perc, Fábio beadása, és egy fejes, gól, de nem örülhetnek sokáig a Békés Csabaiak. Hiába fejel a hálóba Punosevac, a játékvezető nem adja meg a gólt. Takács és Punosevac sem érti, hogy miért nem. Szabálytalanságot látott a játékvezető, itt, ahogy Punosevac felugrott. Ezért nem gól végül, nem érvényes találat. Továbbra is a Békés Csaba veszélyeztet. Egy blokkolt lövés, majd Birtalan próbálkozhat. Verpec a helyén ismét. Ezúttal sem ünnepelhettek érvényes találatot a Békés Csabaiak. Egy szöglet utáni kavarodás, és ez a mérkőzés vége. Takács aztán még Verpechez rúgja a labdát. Tisztességgel helytált az utolsó bajnokin a Békés Csaba. A Debrecennek pedig elég volt ez a döntetlen is ahhoz, hogy az Európa Liga indulást jelentő harmadik helyen végezzen. A végeredmény tehát Békés Csaba Debrecen 0-0.